Igen. Nem, pedig elég régóta van meg nekem is ez a neve, legalább egy... Ha, hogy van? 2011 óta ez a neve mindenhol. Ami nem most volt azért. És az emberek megunják. Mondjuk azt megértem, hogyha az ember felnő, és eddig mit tudom, káposztás tészta volt a neve, akkor most már valami félértelmesebbet szeretne, de egy megun... Tehát csak azért, mert valaki megunja, az így nem... Közben. Én legalábbis nem értem. Na mindegy, viszont engem meghívtak, remélem téged is. Mindjárt csak itt remedike közben a plague szó kiejtését elküldtenek el. Plague. Plague. Hát akkor most már nem spreading plague lesz, hanem spreading plague lesz. Nagyon jó. Akkor plague. Hát akkor plague. Engem annyira nem Mit? zavar plague-ként, de jó. Na, be is inveltek bizonyos srácok, és akkor kezdődhet is a legjobb 8 között a magyar rangadó, Homokozó Gaming, Steve French, ha el tudnám fogadni, és Fabre a tegnapi 16 közé jutott egyedüliként magyar, megvívja itt a nagy meccsét. És hát egy priest és druid párbaj jön elébe ezeknek a dolgoknak, és itt egy szép kis tech kártyát játunk, jelenleg Fabrénál, egy Eater of Secrets. Most nálam ez pihen a kezében. Igen. Hoppa, gyorsan az eredményt visszaírom 0-0-ra. Még nem dölt el semmi. Eater of Secrets-et én is játszok, és szerintem belefér, hogy tényleg próbálkozzanak vele, mert... Ugye vannak ilyen tech lapok, amik önmagukban nyerhetnek meccseket, és például az ilyen lap. Ugye ilyen még a Skulking Geist. Ez a kettő, ami... Így van. Az a baj ugye az Eater of Secrets-el, hogy jelenleg csak egy lap ellen működik, vagy egy deck ellen működik, és ez nem más, mint a Mage. Mert nagyon kevés Hunter van, amit te is említetted, teljesen eltűntek, és a Paladinból sincs szerintem mostanában eleresztve. Igen, a Paladin sincs sok. Se a ladder, se a tournament. Hiába jó a win rate-je egyébként a Murloc palának, valahogy nem szeretik, és a Paladinnak is egy szikrete van kint általában, ami annyira azért nem súlyos. Ráadásul a játék elején, tehát hogy ugye általában akkor, hogyha ott van a kézben, akkor azt mindig ki lehet tenni. Meg ugye az mindig csak egy manás secret, tehát nem ugyanolyan, mint hogyha elveszünk három manát a mage-től. Plusz egyet kap az Eater of Secrets, és még ugye nyilván a secretet is negálja. Miért közben rempelések történnek, meg egy egész erős kezdése van Steve Frenchnek. Steve Frenchnek, ráadásul... Ezt is meg tudja oldani. Ez egy Razakus priest, ahogy nézem, csak... Igen, razás. Mass Dispel-lel együtt. Hát, Mass Dispel-t ugye nagyon szerették a Token Druid ellen, mert a Living Mana miatt ugye nyertél instant általában. És... Most se egyébként olyan rossz, mert mondjuk Mirrorban, ha mondjuk a Lich Kingből ilyen anti-magic se jön ki, vagy valami, akkor ezt meg tudja oldani. Szóval szerintem ez egy jó lap. Én is találkoztam most vele például ma. Én nem játszom, de valaki nyugodtan beletekkelheti. Hát igen, ők azok a játékosok, akik már elég magas szinten űzik az ipart mindketten, és pontosan látják, hogy mi hova való. És ugye gondolok itt arra is, hogy Steve French ugye csapatban játszik, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy hiába ezek nem annyira professzionális csapatok, mint mondjuk LoL-ba, hogy itt együtt vannak éjjel-nappal, de ők is azért együtt készülnek. Hát igen, mert nem, tehát többszebb tömbet lát alapon, ugye lehet a Hearthstone-ban is segíteni egymásnak, ugye többféle gondolkodási lehetőség van, ki hogy játszaná meg az adott szituációt, nyilván vannak agresszívabb játékosok, csak nyilván vannak kevésbé agresszív játékosok. Na, itt mi lehet a játék, ugye van a Coin Medivh, vagy egy Malfurion, csak az a baj, hogy... pókokkal kirakod. Igen. Muszáj. Egy-kettő pókok mindig veszélyesek. Bárni egy priest esetében, és taunt, mert... de... hát... Igen. Hát jó. A pók szerintem most csak a Madness az egyedüli, ami megbünteti a pókokat. Mert Holinovát nem játszik ez a deck, azt tudjuk. Ez érdekes, én biztos pókokkal raktam volna ki. Amúgy a priest mindent felhúzott, amit fel kell, szóval nagyon-nagyon erős keze volt, és nagyon jól tudja pörgetni a decket. Nem látom, hogy vissza tudna jönni egyébként a druid. Semmivel.
hiába van ott az a medi, mondjuk nyilván sikerült egy kis rampet összekaparnia, de... Igen, mondjuk ez a mind control attack nagy lehet. A második legjobb. Második legjobb, igen. Fine. Coin Hero Power-el leszedni esetleg a... Coin Hero Power azt kell, igen, hogy ne húzom még több lapot, így is mondjuk annyit húzott, hogy már mindegy idézőjelbe. Igen, ez az... De hát már így igazából minden mindegy, mert ott van majdnem a tökéletes kéz Steve Frenchnél. Igen, abból a velemből már nagyon sok damage-et tud kreálni. Most el lehet gondolkodni több play-en is. Ugye takaríthatsz boardot, csak akkor meghal a tiéd, és azt meg ugyanannyira nem szeretnéd. A behemót az így önmagában annyira nem csinál semmit, viszont legalább kiraktál egy lényt, és nem lesz tele a kezed. A paint azt nem szabad kirakni, mert túlhúzod magad. Lyrahoz meg nincs még ugye spell. Szóval szerintem ez egy behemút lesz, és passz. Más játéknak nem látom nagy értelmét, tényleg azért, mert túl sok lap van a kezedbe. Ez a baj a Priestnél, hogyha nem játszol ki sokat, és vagy túlhúzod magad folyamatosan klerikkel, akkor egy idő után tele lesz a kezed, és nem nagyon tudsz mit játszani. És ő most üríti is a kezét minél jobban. Az a White Ross milyen rossz húzás volt. Hát igen, ő alapvetően nem siet. Most itt van szóval egy Kuhn és Medivh Hero Power. Az a baj, hogy Kuhn Medivhra rögtön kikapsz az úgy az Anduin-tól, de nincs más játékod. Hát igen. Imádkozni kell, hogy ne az első 15-ben legyen igazából minden, ami a Priestnek szükséges. És hát amikor ott van az első 15-ben, akkor ez van. Igen, hát valószínűleg Anduin után egyébként fel is lehet adni ezt a meccset Fabre-nak. Ügyesen csináltam, hogy először Hero Power-ezett, és utána tette ki Medivhet, hogy a fegyvert megkímélje. Bizony. Na és Steve French ugye következő körben már szinte letált tud setupolni ezzel a Anduinos play-jel. Sőt, konkrétan ugye végtelen sebzés van a kezébe. Hát ez halott húz. Nagyon nem húzott bele Fabre a Nuri Shockba például. Se az Ultimate Infestation-ökbe, és az nincs ott, azért a druidát meg lehet fogni. Én ugye múltkor beszéltünk arról, hogy a Priestet nem természetesen nem annyira értjük, mert ilyen kettő lehetőség vagy működik, vagy nagyon nem. És hát a működiket most gyönyörűen be, vagy működik most gyönyörűen be lett mutatva. Hát tegnapi nap folyamán pedig nagyon nem lett bemutatva, mert szegény nem húzott semmit. Tudjuk, hogy mit bannoltak, vagy... Igen, tudjuk. Ó. Oh. Egy pillanat, és... belinkeltem pedig a chatre. Most keresem vicc. Megvan. Elküldöm ide neked is. Parancsolj. Ugye rugó Mage Priest van Steve Frenchnél, és rugó Druid Warlock. A Priestet bannolta Steve French, és a Druidot Fabre. Szóval azért a... Hát ezek a szokásos deckek. Se Paladin, se Hunter, se Warrior, se Shaman. Így. Ugye tudjuk, hogy Fabre tekkelt Mage-re. Az a baj, hogyha... Mondjuk mind a rúg, mind a Warlock nem egy rossz matchup majd a Mage-re. Most nyilván ugye ezt a rugót, ezt meg kéne előtte verni. Itt a Mage lesz majd a fontos. Annak a Warlocknak szerintem egy kicsit agrósabb, tehát vagy Demon Locknak, vagy a nagyon agró Locknak kellene lennie, hogy megverjék azt a Mage-et, mert egy Control Lock semmivel nem fogja tudni megoldani. Nem azt mondom, hogy nyerni fog Steve French két körön belül, de az az Edwin, az szerintem egy legalább 10-10-zel fog kijönni. Következő körbe, ha megnézed. De ez ott a Moonfire is, igen. Ugye? Moonfire, Coin, Firefly, Backstab, tehát minden ott van, igen. És tudjuk, hogy továbbra is semmilyen removal nincs a druidnál. De... Most kicsit greedy. Most kihozni, de természetesen meg lehet csinálni, csak... Nature Rise Against You. Jó, hát az 8-8 így. Az se rossz azért tempóból. Nem is ugye egy körrel hátrány, vagy hamarabb tudta kihozni, hogy egy körrel hamarabb fog meghalni Fabre. Igen. És ez a terv. Azért behúzza még a kis early game-et, ami nem rossz. Most Captain
value trade-elhet 8 damage arts következő körbe. Behemoton kell átmenni, de arra ott van ugye a 8-8. Hát nem is kell sőt, a 8-8-ot használni, mert... Hát... Most jobb a captain. Hát a captain top deck az persze mindig jó, és most így... Trade-el 2-t rajta, és 8-8 megint arc. Hát akkor ez a meccs ez így ennyi volt megint, ne? Kövikör letál, ugye? Igen. Swipe kell neki, az nem az. Steve French szágód a legjobb négy közé, hát... Ez brutális volt, szóval... Megtolta az Edwint egy körrel hamarabb, mint ahogy én gondoltam, és... Hát akkor egy újabb székreklám. Legalább... A szponzorok is örülnek. Amúgy ez a szék, ez rohadt jól néz ki. Ez az ESL 2.0 Pro Chair. Ezt elfogadnám. Na hát 2-0, hát Fabrénak nagyon össze kell szednie magát, és ugye már csak Steve Frenchnek a mage van hátra, igen. A mage ellen... Nem tudom most, hogy mage ellen behozod-e a rugót egyből, mert a rugó az nagyon jó a mage ellen. És a druidot hozza előbb. Hát az exódia, akkor lesznek bajok, de nem az. Ez egy burn mage-nek tűnik így első körben. Megint nincs ott a ramp. Fabrénál egyébként. Nincs White Gloss, nincs Blossom, nincs Nuris. Igen, ez egy burn mage. Hát... Ha lassú a meccs, az ugye a mage-nek tud kedvezni olyan tekintetben, hogy fel tudja hozni az összes damage-et. Amivel kivégezheti a druidát. Így van. A Fabrának nem szabad ezt hagyni. Mert nincs mit kijátszania. Spreading Plague az ugye halott, mert nem igazán lesz ott. Nagy minion áradat. Nyilván keresi most a Secret Eater-t, mert tök jó lenne, hogyha felhúzná, és akkor Coin Secret Eater, de Coin Mire Keeper se rossz. És most már van is miben rempelni ezre az Ultimate Infestation-nel. Amúgy nem túl gyors a keze Steve French-nek. Na mit veszel? Flame Gearzy vagy Mana Bind. A Bind az nem olyan rossz szerintem. Nem rossz, pláne hogy most lett elhasználva a coin így, mert attól sem kell félni, hogy... Azt rakják bele. Igen. Egy Nuris milyen jó lenne, ha megkapná. Szerintem az Ultimate Infestation. Az se rossz. De most ugye 5. kör jött, azért gondoltam, hogy Nurisra számít. Hát ez lett egy Volcanic Ping. Takarítod a boardot. Nincs más játék, az a bajod. De ez okénak tűnik. Fabrénak körbe kell játszani a dolgokat, és egy Blossommal fogja körbe játszani. Vagy egy Vratta? Egy Vratta? Wow. Hát... Jó, a Counterspell ez jobb játék volt, viszont ugye nem volt jobb a Mana Bindra. De a Plague-et nem akarta belerakni a Bindba, pedig... Az se lett volna olyan rossz. Így van egy ingyen laphúzás Steve Frenchnek, ugye? Most a Glyphből keresett valamit, de nem tudom mi az, amit annyira szívesen megtalálna. Az 5 manás... Firelance portál az nem rossz. Portál mondjuk. Nem rossz. Elhúzod vagy leütöd? Szerintem le kell szedni. Most igazából van neki minden, ami kell. Most akár még ki is tett, hogy leüti, és akkor úgy kitenni a Doomsayert, és teljesen negálva van a... Elhúztam. Fabre következő köre, de akkor húzni. Ó, hát ennyi Doomsayert egyet meg ki kell hát rakni. Akkor igen. Még ez is egy kis fejfájás azért Fabrénak.
Most húzott egy swipe-ot, és akkor lehet egy swipe trade, és akkor Jade Spirit, hogy minél nagyobb tempót tudjon generálni. Vagy a Malfurion, igen. Malfurit, igen. Az a baj, hogy a Hero Power-en nem tud Malfurival, de mondjuk azt se oldaná meg, ugye, mert az mindig csak 6 damage. Nem sérti el a tempót. Jó, hát ez... Még egy Doomsayer és ping, hogy a medivet előkészítsd. Bizony. Ha üres boardra jön ki a mediv, az úgy seems good. Az úgy jónak tűnik. Mert utána már nálad lesz a tempó azzal, hogy kapod a lényeket folyamatosan. Na. Értelmez nekem a játékot. Az Ultimate Infestation nem akart, hogy túlhúzza. Egyértelmű egyébként. Kijátszott minden lapot, ami feleslegesnek ítéltetett a kezében. Itt így van. Ebben nem a legjobb az Ultimate Infestation, mert nem öli meg. Igen. De félknek a Kun majd jöhet, ráadásul ott van az Eater of Secrets is, ami nála egy fontos rész lesz. Hú, az nagyon jó húzás, viszont azért itt a Fire Dance portából egy 7 manás lény. Nem azt mondom, hogy elég minőség lesz ez a kör most. Egy 7 manás és egy 5 manás. Az nem rossz. Az... hát az igen. Hát az úgy megtámad mindent, ami kijön a boardra. Úgy hallottam, az elég jó. Az egy 9-9 leszedés. És lefagyasztja ugye, hogy a medivet ne tudja megoldani. És még egy Huckster is, ami egy nagyon jó két drop, mert ingyen lap. Hát Steve French akkor... elég jó high roll-lól. Black swipe, vagy plague swipe, bocsánat. Kunozik előbb, hogy legyen Kun... egy lény. Hát igen, de az a belejött, nem lesz. Igen, az eltűnt. És így, most egy Fabre, egy pillanatra megállt, hogy oké. Okay. Hát most letrédeli. 9-9-et is most pakol ki. Hát de... Ja, nem olyan szörnyű ez, mert hogyha Fabre tud stabilizálódni, és ugye Steve French biztonságban érzi magát az ice blockja mögött, akkor ezt meg fogja tudni büntetni elég erősen Fabre. Tehát csak egyszer kell egy ilyen fals biztonságérzést elkapni a Fabre-nak, és vissza tud jönni, és őt meg tudja nyerni a meccset, de... De nem fogja. Igen, nem fog ezek történni. Nem, mert túl sok damage van a boardon. Következő körben ott a Firelands portál, ott van a Medivs. Hát egy Fireball kell. Igen. Az a baj, hogy most, hogy kipakolt, ugye már a Spreading Plague sem jó játék. Azért is überkönnyen keresztül mennek, ráadásul most a Swipe, az ugye húzat Steve French-el egyet, ami kockáztatja a dupla Swipe, jó? Két lapot is húz. Akkor két lapot is húz. Ez így elég hát lesz, így, ugye? Így meg is van, ugye? 3, 6... 11... Nem lesz meg. De nem lesz messze tőle. Na most az a kérdés, hogy mennyire fogja gyorsan vagy lassan megjátszani, mert azért van elég jó burst a kezében. Nyilván egy második Firelands az most már az arcára kellhet. Van, rá is dobja. Sőt, ennél van még egy bent. De hogyha most... Stabilizálja a boardot, muszáj neki. És pink face, ez tök jó, mert ugye az alap az még egy kis damage, és ez még trade-en is tud, ha muszáj. Ugye Knuckles. Hát Steve French nagyon előadja ezt a kört. Mondjuk a Taunton nem tud átmenni, de ott a Nature Allies, ami megold mindent. Jaj. Na, mennyi a damage? 6, 9, 10, 11 damage, ez még mindig nem elég. Viszont lehet elhúzni az Acolyte-ot, egy Blizzardos kört nyomni. Jónak tűnik. Lepingeled, hogy utána megfagyjon a 6-6.
Ugye Knuckles-szel sebezni fogod az arcát, ha le is trédelsz a 3-6-on. Na, ez tök jónak tűnik. Ez a kör. Egy jó Blizzard. Az a baj, hogy ezzel a rengeteg fagyasztással, ami Steve French kezébe volt, teljesen megbénította Fabrénak a bordját, és az a baj, nincs esély sem csinálni valamit. Egy... Azért Steve French, ez nem illik az ilyet. Hát ott a következő behemoth dalra, meg ott lesz a Nature Allies. Ezen múlik. Mert mindig nem nyertem új Steve French, és kezd elfogyni a fagyasztás. Igen, de mondjuk egy darab Fireball-on nyugszik a dolog, és szerintem most... Most megkeresi, azt mondod? Hát vagy megkeres, meg kell keresni, de ha most nem húzza fel, akkor nagy bajban van. De hát még egy fagyasztás, nagyon jó. Nem nyerhet itt. Akkor megint, hát itt már igen. Hát most már biztos, hogy fel fogja húzni. Így is van ott egy Firelands portál, egy Frostbolt is tök jó. Hát ez akkor már a következő körre. Ha nem húzta volna fel a fagyasztást, akkor... Akkor kikap. Akkor kikap, igen. De felhúzta, és ugye nyugodtan elütheti a 3-1-et az 3 damage arcba. Frostnova az fix. És passz. És így itt a vége, igen. Ha itt nem frostnovázik, akkor... Akkor nyert volna Fabre, de... Igen. Steve Fresh tökéletesen ismeri ellenfele pakliait. Számít arra, hogy tech kártya történhet. Itt tök jól néz ki, de... De ez már minden mindegy. Így van. Az a baj, hogy még a Knuckles sem fogja tudni megoldani. De elég ez a damage? Szerintem a Knuckles-re együtt biztos. Hát ugye 10 a Firelands és a... Nem 10, mert 5 meg... Na így, így biztos jó, elég. Jó, hát igen. Elég lett volna, elég lett volna, igen. Csap, tehát, hogy ez pont 8. De miért nem mutatja meg, hogy top deckelt egy pirót? Á, nem szép dolog. És itt Steve French 3-0. Gratulálunk Steve French,